Augusztus 28 a Vidor nyitónapja. 9 nap alatt 49 helyszínen mintegy 400 program várja a közönséget. Közel 120 ezer nézőre számítanak a szervezők az év legvidámabb hetén. A fesztiválon többek között a Katona, a Tália, a Madács Színház, a Játékszín darabjai versenyeznek a színház nagy színpadán, de 7 előadás is lesz a Kamarában. Igen jó előadások születtek a magyarországi színházakban, ebben a műfajban, tehát a színvonalas szórakoztatásról beszélek. Nagyon jó és sok érdemleges vígjátékbohózat került színre, úgyhogy viszonylag könnyű volt válogatni, meg fogja találni mindenki a kedvére valót. Aki egy kicsit az alternatívebb dolgokra kíváncsi, tehát mondjuk Scherer Péter vagy Katona László szösszenetére az is, de az is, aki egy hagyományosabb közelítést vár el a nagy színpadon, és Hernádi Juditra és Gálvölgyi Jánosra kíváncsi. De a Kőszínházban láthatják még Molnár Piroskát, Sell Juditot, Jordán Tamást vagy Szabó Győzőt is. A sajtótájékoztatón elmondták, jegyeket augusztus 12-től, szerdán reggel 7 órától lehet venni a jegyirodában. De a www.vidor.eu.hu oldalon online is rendelhetők. Az idei fesztivál új elemekkel is bővül. Először is lesz egy főiskolás napunk, amikor a Színművészeti Egyetem két osztálya, egy zenés, musical, operett osztály, illetve egy bábosztály vendégesedik nálunk. Én azt szeretném, ha ők belaknák a várost. Tehát reggel már elkezdenek rosszalkodni, ilyen különféle flashmobokat csinálnak, de kint a Vadasparkban, a strandon, olyan helyeken sok ember van, plázában. Ezek 8-10-15 perces kis események, amik felhívják magára a fesztiválra a figyelmet, ő magukra is. És aztán ugyanez a csapat délután 4-re bejön a Kossuth térre, és csinálnak meg egy vizsgaelőadást, illetve hát részleteket a vizsgaelőadásaikból, 20-30 percben, és még éjszaka is dolgoznak, vagy remélem mulatnak, mert a Vidorkert nevű kocsmában a musical szakos fiúk, lányok fognak mint bárénekes fellépni, és azt gondolom, hogy ez a fiatalos, lendületes nap, ez majd nagyon áthatja a Vidort, de nagyon fontosnak tartom, hogy a Nyíregyházi Színház folyamatosan kapcsolatban legyen a felnövekvő művész generációkkal. A Képzőművészeti Egyetem díszlet és jelmeztervező szakosainak is látható lesz egy kiállítása a Vidor alatt, és további újítás, hogy egy cirkuszi produkció is színesíti a programkavalkádot. A Kossuth téri színpadra Maliból, Olaszországból és Kínából is érkeznek együttesek. A hazai zenekarok között ott lesz a Quimby, a Budapest Klezmer Band és a Kis Csillag is. Sok éves tapasztalat, hogy kimondottan a fesztivál idejére időzítik sokan nyíregyházi nyaralásukat. Erre a 8 napra minden szálláshely jó előre le van foglalva, hiszen valóban sokan már úgy jönnek ide, hogy a Vidor Fesztivál ideje alatt erre ütemezik a nyaralásukat, de hát ez ugye a nyíregyháziaknak és a megyebelieknek szól elsősorban, meg a mi vendégeinknek, tehát ennek nagyon sok pozitív hatása van. Természetesen a programok egy része is olyan jó része a szabadtéri programoknak, a zene, a tánc, aminek nincsenek nyelvi korlátai, éppen azért, hogy a külföldi vendégeink is jól érezzék magukat. De hát ugye a programok 90%-a ingyenes. A Vidor Fesztivál nyitott mindenki előtt programjai Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 22 kis településére is eljut.